Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves megjelenteket településünk lakossági fórumán, amelyet azért hirdettünk meg a mai napra, mert egy jogszabály rendelkezés értelmében 2017. október 1-jéig meg kell alkotni települési önkormányzatoknak a települési arculati kézikönyvüket és a településképi helyi rendeletüket. Ennek a jogszabálya rendezett folyamatnak megfelelően az önkormányzatunk képviselőtestülete május 24-i ülésén megalkotta a partnerségi rendeletét, amely szabályozza, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, amely alapján elkészül a települési arculati készikönyv. A partnerségi rendelet értelmében az egyeztetésben úgy döntött a képviselőtestület, hogy bekívánja vonni Súr község lakosságát, a Súron ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, a Súr községben székhelyjel, telephelyjel rendelkező vállalkozásokat, nyilvántartott érdekképviseleti szervezeteket, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik, Súr község területén működő és bejegyzett civil szervezeteket, valamint egyházakat. Ők velük kapcsolatos tájékoztatásról is rendelkezik ez a partnerségi rendelet. Minden egyes anyagot, ami a települési arculati kézikönyvvel kapcsolatos, településünk honlapján, www.sur.hu honlapon, egy külön menüpontban, az önkormányzat menüpont alatt található települési arculati kézikönyv almenübe teszünk fel, és itt hirdetünk meg, valamint település hirdetőtábláján, közös önkormányzati hivatal hirdető tábláján is szintúgy, és hát mellette még egyéb más csatornán is igyekezzük a lakosságot bevonni. Ahogy mai napon itt összejöttünk, látjuk egyre, vagy hát nem nagy sikerrel történt, de a lakossági bevonásnak egy olyan módját is választottuk, ami tulajdonképpen a rendelet nem szabályoz, de hogy minél sikeresebbek legyünk, és ezzel át is térnék lassan a település arculati kézikönyvre, hiszen a partnerségi rendelet erről szól, hogy hogyan kívánjuk bevonni és elvégezni ezt a folyamatot. Hogy minél sikeresebbek legyünk, ezért készítettünk egy online kérdőívet, amelyet 14-en ki is töltöttek az internetes felületen. Ezt a számot lehet értékelni, hogy kinek sok, kinek kevés. Én úgy gondolom, hogy inkább a minősége határozza meg azt, hogy ki, hogy töltötte ki ezt a kérdőívet, és én örülök annak, hogy nagyon jó gondolatok vannak ebbe. Én ezt itt szeretném is egy ilyen kis vitaindítónak majd ismertetni és elmondani. A lényeg tulajdonképpen az, amiről, mint az elején említettem, hogy október 1-jéig elkészült ez a települési arculati kézikönyv, amelynek az az egyik feladata, hogy a jövőben hosszú távon szabályozza a település épített környezetét és nem épített környezetét, tehát mind a beépítésekre és a közterületeknek a szabályozására éppen úgy vonatkozik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dokumentum lesz, még nem késett el senki arról, hogy ma nem jött el erre a fórumra. Az online kérdőív még mindig megtalálható a honlapon és a Facebook oldalon, ott is meg lehet tenni majd a véleményeket, és most várjuk a lakossági véleményeket ahhoz, hogy ez a tervezési folyamat elinduljon. Lesz egy újabb fórum, amikor már úgymond a tervezett anyagról tud tervező ismertetni a lakosság felé, hiszen ezt a munkát keresem a szót, hogy hívják, főépítészek bevonásával lehet elvégezni. Önkormányzatunk képviselő testülete a kistérségi társulással közösen megbízott egy főépítészt, tehát így Tétényi Éva személyében az Archikon stúdió tervező szolgáltató BT végzi ennek a szakmai koordinálását ennek a feladatnak, és el fog készülni egy olyan anyag, amiben jövőben el lehet majd azon gondolkodni, vagy most megmondani, de ez majd szabályozza, hogy valaki építhet-e Súron kétszintes házat, vagy éppen lapos tetejű épületet, meg mekkora nyeregtetővel, alpesi tetővel, vagy inkább a mediterrán típusú tetővel, vagy mivel. Egyik utca így, másik úgy, ezt most lehet elmondani, most van itt az ideje, mert lesz egy szabály, tehát szabályozzuk, vagy leszabályozzuk, minden kérdés. Ezek azok a
hogy így provokáljam a lakosságot úgymond ezekkel a dolgokkal, hogy ilyenekről kell ebbe többek között még véleményt mondani, és sok minden másról is. Tehát el fog készülni majd egy anyag, azt szintén a lakosság széles körében szeretnénk majd megismertetni, mielőtt a képviselőtestület ezt elfogadja, úgyhogy a mai fórum tulajdonképpen annak a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az anyagnak a fontosságára, és ehhez minél több véleményt gyűjtsünk, amit a tervezőasszony részére át tudjunk adni, és ő szakmailag ezt értékeli, illetve a lakosság is véleményt tud kialakítani arról, hogy ezek a vélemények jók-e, vagy rosszak. És ahogy láttuk, ugye itt a Magyarország legszebb fekvésű településén élőként, hogy elmentünk kirándulni már megtekinteni a második és a harmadik helyezettet. Itt láthatjuk, hogy milyen szép a mi településünk. Légi felvételről volt olyan vélemény is itt a beküldőkből, hogy légi felvételen szépek vagyunk, de közelről már nem minden olyan szép. Ebben is sok igazság van, de azt akarom ebből elmondani, hogy a harmadik helyezett fekett településen ott egy nagyon szép, egységes, rendezett utcaképpel találkozhattunk, ahol megmaradt a népi építészet. Tulajdonképpen súr településen ezek nem maradtak meg, és nincsenek így adottságaink, hiszen egyéb történelmi, gazdasági tényezőket is figyelembe véve máshogy alakult a mi településünk története, mint Fekedé. Ez nem is baj, az feked, ez meg súr, ezért nekünk a mi adottságainkhoz képest kell szépnek lenni, de az úgy gondolom, hogy mindenféleképpen feladata a képviselőtestületnek, hogy a településnek azt a természeti környezetét, azt az adottságát, azt megőrizze. Tehát ne építsünk mondjuk panelházakat, hogy éppen a falusias jelleget megőrizzük, vagy éppen a panorámára vigyázzunk, az szabályozva legyen. De ugyanúgy lehet az szabályozva ebben a növény beültetéseknek is a része. Lásd, urassági szőlőben fásítás ne történjen, mert akkor pont azt a panorámát veszük el más telek elől, amit egyébként amúgy sem lehet jelenleg megtenni, mert zárt kertként funkcionáló művelési ágban lévők ennek a felügyeletét jelenleg a földhivatal végzi, hogy művelési ág szerint történik-e valami. De ezt lehet szabályozni. Most mondhatjuk mi azt is, hogy az urassági szőlő helyén legyen erdő, és úgy járunk majd el, azt követően, az nem azt jelenti, most holnap után kivágunk ott minden szőlőtőkét vagy gyümölcsfát, de ezek szabályozhatóak, hogy ezzel csak azt akarom, hogy nem csak épületek, hanem az egész település környezete, nem csak belterület, hanem a külterület éppen úgy. Tehát ez az érték, ami nekünk van, és ennek megőrzésére nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Hogyha röviden ismertetném itt egy-két lényeges beküldő véleményt, tehát említettem 14-en töltötték ki ezt a kérdőívet, életkor tekintetében 18 és 50 év közöttiek 78%-ában, 50 év felettiek pedig 22%-ban töltötték ki a kérdőívet. Arra a kérdésre, hogy mit tart településen a legértékesebb, legszebb résznek, erre beérkezett vélemények nem egy valakitől, hanem zarzásítva ismertetném, hogy mit tartanak a kitöltők a legértékesebb, legszebb résznek. Az alsó tót ketten is említették. Szabadságtér pihenőparkjait, horgásztó környékét, virágzó gesztenyesort. Lényegében szépen alakul a község, ez is egy válasz volt. A főtér, horgásztó, szőlőhegy, urassági szőlők, templomok, rendezvénytér, főtér, horgásztó, szőlőhegy. A település fekvése a legjobb. Központ és környéke, kultúrház, futballpálya és környéke. A nagypályát, urassági szőlőt, település központját, a patakot, urassági szőlőt. Kultúrházat és környékét, szabadidőparkot, szabadságteret. Szőlőhegy, panoráma az urassági szőlőből, panoráma a magas utca lezárt részéről. Én örülök ennek, hogy ilyen sok vélemény van, mert az látszik, hogy nem egy valamink van, ami szép, hanem úgy sok mindenünk szép. Szerintem ez nagyon jó dolgok, hogy ennyi mindent felsoroltak. Következő kérdésre. Ön szerint mit kellene javítani, fejleszteni, szebbé tenni a településen? Mondja egy kommentelő. Az elmúlt években csak is remek kezdeményezéseket láttam.
Polgármester úr és mindenki, aki a segítségére van, nagyszerű munkát végez. Mivel életvitelszerűen már nem Súron lakom, jelenleg mégis az otthonomnak érzem, inkább arról tudok beszámolni, mi az, amit hiányosságként élek meg. Szőlőhegy a szívem csücske, gyerekkorom fontos állomása, ám az elmúlt két évben történt elkerítések a sípályánál igen kiábrándítóak. Nem lehet gombát vagy rózsát szedni, de egyszerűen a dombtetőn ülve bámulni az istállókat sem. Tudom, hogy ez nem az önkormányzat döntése volt, ugyanis találkoztam az ottani tulajjal, aki világosan a tudtunkra adta, hogy ez már magánterület. A környéken sajnos egyre több valaha érintetlen vidék kerül magánkézre, márpedig az ember nem a falu járdáin szeretné keresni a panorámát, bármi szépen is újítják fel azt. Szemmel láthatóan a falu infrastruktúrájának fejlesztése nagy léptékben halad előre, így én erre nem is tennék semmilyen javaslatot, nagyon jól csinálják. Azonban a falu látképéhez tartozó vidék közkincsé tétele és annak rendben tartása talán nagyobb hangsúlyt is kaphatna. Most közbe szúrok, hogy én is így gondolom, és a lombkorona sétány pont ennek a gondolatnak a jegyében valósul meg, hogy pont a táj adottságot tudjuk bemutatni, hogy a legszebb fekvésű települést közkincsé tudjuk tenni, és hát azért ott, mert az az egy terület volt az, ami önkormányzati tulajdonú terület, ami a beruházás szempontjából nagyon fontos, hogy ott tudjunk pályázati pénzből megvalósulni, ami magántulajdon, és hát mellette szerencsére itt még azok az adottságok is rendelkezésre állnak, hogy szép kilátáson erről a részről. Folytatom tovább a levelet, vagy a bejegyzést. A Bakoncsernye felüli főútról nem is beszélve, milyen katasztrofális. Azt is tudom, hogy ez a Fejér megyei önkormányzat hatásköre, azonban ideje lenne vehemensebben fellépni az utak rendbehozatalának ügyében. Én ugyan nem emlékszem rá, de ezernyi történetet hallottam a nagymamámtól, az egykori súri kastélyról, mégis úgy érzem, hogy kissé feledésbe merült. Szép gesztus volna ennek emléket állítani. Ez alatt nem egy emlékművet értek. De elnézve honlapon található fotókat, talán érdemes lenne némi kutatást végezni, melynek anyagából akár egy állandó kiállítást is lehetne rendezni valamelyik egész évben nyitva tartó közintézményben. Magyarország legszebb fekvésű települése cím egyben felelősség is, és ha a turizmus netán egy kicsit is megélénkül ennek hatására, az ide látogató közönség számára tudnunk kell mutatni is valamit. Nem szabad elfelejteni, hogy Súr nem Hollókő, Etyek, Bakony, Bél vagy Vértes, Kozma, stb. És bár számomra a legszebb hely most is, nem rendelkezünk középkori emlékekkel vagy tájházakkal. Hosszasan lehetne sorolni a lehetőségeket, amelyek megragadnák a nagy érdeműt. És ezen nem is hiszem, hogy változtatni lehet már, ha csak nem építünk egy planetáriumot a kellős közepére, vagy egy 4 csillagos hotelt a dombvonalakra. De erre a címre érdemesnek kell lenni, ugyanis régi felvételekről valóban gyönyörű a falu, de senki sem onnan fogja nézni, ezt ne felejtsük el. Épp ezért volna fontos, hogy akár Szőlőhegy, az egykori kastély, akár a régi cipőüzem, stb. Sokkal inkább köztudatba kerüljenek, részei legyenek a falu vérkeringésének, és emléket állítsunk mi azoknak, akiket a múlt elfeledett. Eddig tart a bejegyzése. Köszönöm szépen a sok hasznos gondolatot, véleményt és a fáradtságot, hogy letetszett ezt gépelni. Még egyszer vissza akkor a kérdésre. Mit kellene javítani, fejleszteni, szebbé tenni? Egy másik válaszadó, egy szóban sportöltöző. Egy másik válaszadó, orvosi rendelő, bevásárlói épület, élelmiszer és egyéb egységekkel. Homokplázánk van, viccesen ott szóljam meg, hogy homok. Másik javaslat. A posta és az iskola között az útpatkát, járdát rendezni kellene. Tehát a posta és az iskola között útpatkát, járdát rendezni kellene. Egyetértek benne rögtön. Nekem is nagyon nagy vágyam, hogy ahhoz is eljussunk már. Addig is, amíg erre komolyabb anyagi forrás rendelkezésre nem áll, el lehetne helyezni néhány virágládát, lásd Csetén példáját, vagy arra felé láttam mostanában. Bizonyára lenne olyan szakasz, ahol az autók parkolását nem akadályozná, és a lakók is elfogadnák. A már a településen lévő virágládák stílusát is lehetne folytatni. Farönkből vált, masszív, aránylag nagyobb ládák. Esetleg egy-két padot kirakni az üzletek előtt, plusz fát ültetni, vagy ha nem lehet, akkor nagy ládába tenni.
némi védettség érzését kelteni a babakocsis járókelőkben, hogy van valami térrel választó a forgalom és a gyalogosok között. Ugyanőtől leérkezett egy másik javaslat. Költséges, de meg kellene szabadulni a műfáz előtt a sok felső vezetéktől. Vagy a rozsdás oszlopokon alakítani valamit, például egy éjszaka lefesteni őket, jegyzi meg viccesen. Erre is reagálnék, hogy hát nekem is ez régi vágyam volt, amikor ott elkezdtük a munkálatokat, felvettük a kapcsolatot az E.ON-nal, a Telekommal, mindenkivel. Ott egy nagyon nagy összekötő Telekom beton akna található, aminek az áthelyezése hát elég költséges lenne. Az E.ON is azt mondta, és a Telekom is, hogy semmi akadály, mindent oda tesznek, ahova akarják, csak az önkormányzat állja ennek a költségeit. Úgyhogy így nem tudtunk mit tenni, pedig nagyon megörültem akkor, amikor kicserélték a légvezeték kábelt, az sem olyan régen volt a hullámék előtt lévő oszloptól, és meghívtak egy egyeztető tárgyalásra, mint polgármestert, hogy hogyan zajlanak ezek a munkálatok, mert a művelődési ház fölött ment légkábelen, és azt le kellett tenni, mert közintézmény és közintézmény fölött nem mehet légkábel, ezért ugye a Zenedom utca elején egy-két éve volt egy útburkolat felbontás, és a Pék Tamásék háza előtt jön fel már földkábelen. Most akkor kértem ugyanezt, hogy hát most már nem egy olyan nagy dolog lenne, ugyanezt a munkát csinálják, akkor már a hullámégtól menjen már földkábelen. Mondták, hogy ennyit csinál az E.ON, minden mást az önkormányzat, ha fizet, leteszik. Hát sajnos nem tudtuk ezt bevállalni, úgyhogy maradt még mindig ez a megoldás. Sajnos nem látok erre lehetőséget, de ez az éjszakai dolog, ez jó dolog. De még azért ezzel megpróbálkozok előbb az E.ON-nal, hogy esetleg ők is lefesthetnék, és ha nem, akkor lehet, hogy tényleg mi leszünk ilyen gerillafestők egy éjszakában. A harmadik javaslata ugyanő tőle. Település elején kirakni egy vagy több esztétikus, fakeretes, nagyméretű táblát. Köszöntjük Súron Magyarország legszebb fekvésű településén. Nálunk érdemes lassan hajtani. Sőt, álljon meg, vagy valami hasonló, gyorsan elolvasható, tréfás, vagy rajzos, ötletes táblát. Az út mentén óriás plakátot el lehet helyezni, akkor csak bevállalhatnánk egy kis önfényezést és forgalomlassítást. A táblát érdemes lenne elhelyezni csernye felől az éles kanyarok előtt, még a célegyenesben. Igaz, egy-két fa bánhatnám, hogy látszódjon, de a régi szeméttelep mellett is beférhetne jobbra. Nem hiszem, hogy a telek tulajdonosainak gondja lenne vele. Jelzem, hogy ez önkormányzati terület, tehát biztos, hogy nem lenne gond vele. Például így két tábla. Egy tábla a jobb oldalon, köszöntjük Súron, Magyarország legszebb fekvési településén. Aztán kicsit később a jobb oldalon egy tábla, nálunk érdemes lassan hajtani, sőt, álljon meg. Ugyanezeknek a tábláknak a hátoldalára, köszönjük, hogy körülnézett nálunk, és vagy köszönjük, hogy betért hozzánk, visszavárjuk. Ácsteszér felől valami hasonló tréfás megoldás szintén jöhetne. Köszönöm a jó ötleteket, nekem ez, megmondom, hogy nekem ez nagyon tetszik. Egyébként folyamatban van már a Magyarország legszebb fekvésű települése üdvözlő táblának az elhelyezése. Semesbogya Eszter ajánlotta fel segítségét. Megterveztük, készen van a terv, hogy hogy fog elkészülni, az anyagok beszerzése van folyamatban, ezzel pedig kértem Erdész úrnak a segítségét, hogy művésznővel egyeztetve közösen milyen fára lenne szükség, úgyhogy ez folyamatban van, remélem, hogy őszre elkészül ez a tábla, és ki tudjuk helyezni. Újabb vélemények. Mit fejlesztenek kérdésre? Utak, járda, kényszeríteni pár lakost, hogy tegyék rendbe házuk környékét, mert csúnya látvány nyújt. Másik vélemény. A járdákat, utakat. Igazából amire pénz van, az fejlesztve van. Ha nincs pénz, nem lehet fejleszteni. Hát ebben is nagy igazság van, köszönjük a megértést. Újabb vélemény. Posta melletti régi szolgálati lakás, járdák, óvoda, szociális helyiség. Újabb vélemény. Gondozatlan szőlőskertek megszüntetése az urassági szőlőben. Urassági szőlőbe vezető makadám út újra visszaszélesítése. Gondolom, itt az alsó útra gondolhat a író, de lehet akár a felső is, mert a felsőnél is én is több olyan véleményt hallok, és jut el hozzám. Meg én is szoktam kérni mindig műveléskora ingatlan tulajdonosokat, hogy ne szántsanak már ki teljesen a köves útig, hanem
álljanak már meg a telek határnál, jól látszik az a régi kerítés oszlopoknál is, meg ugye hát a villanyoszlopok is önkormányzati területen létesültek, úgyhogy a villanyoszlopoktól még beljebb van a magánterület határa, ennek ellenére többen kiszántanak, és szinte az útra megy már a szántása tavaszi, nyári időszakban, meg kifejezetten kellemetlen, amikor csapadékos időben a szántást a hantokat bossa a csapadékvíz az útra, és sáros, dagonyás út, az emelkedőnek nehéz is közlekedni. De ugyanúgy probléma az alsó út is, az urassági szőlőnél, ahol szintén kijebb kerültek a kerítések. Megérzésből mondom, kimérés ezeknek nem történt, de egyre nagyobb az igény arra, hogy ott is közlekedés legyen, hogy turista forgalom legyen. Probléma itt a növénybeültetések, az orgonabokrok, a sövények, amelyektől egyszerűen vannak olyan ingatlanok, ahol már nem lehet elmenni, és sokan használnák is ezeket az utakat, több ilyen kéréssel jönnek hozzám. Jelzem, ez nem polgármesteri hatáskör, nem biztos, hogy nagyon népszerű lennék, hogy mindenkinek kihúzatatnám ott a kerítését, de jobb lenne, hogyha mindenki magától gondolkodná el ezen és helyre tenné, mert szerintem előbb-utóbb sor fog arra kerülni, hogy ezzel is foglalkozzunk, és ott is a helyére kerüljenek a dolgok, ahogy ugye most a külterületi utakkal is ezt több szakaszon már tesszük. Újabb kérdésünk volt a kérdőíven. Fontosnak tartja, hogy egységes szabályok szerint történjen építkezés? Erre 64% mondta, hogy fontosnak tartja, 36% nem. Akik azt gondolt, hát ez erre indoklások, rendezett településkép érhető el bizonyos szabályozásokkal. A nemre válasz, indoklás, ha valaki építkezik, nem más ossza be a pénzét. Bizony, ebben is van igazság. Igenek mellett érv nagyon, mivel így épülhet fel egy erős, masszív épület. Mert a szabályok mindenkire ugyanúgy kellene, hogy vonatkozzanak. Nem árt, ha a falu arculata egységes képet mutat, helyenként egyedi vonásokkal fűszerezve, mert így lehet egységes település képet kialakítani, hogy beilleszkedjen a tájba, és ne legyen elütő a jelenlegi környezettől. A torony, oszlop, csatorna, közmű építésre vonatkozzanak rendkívül szigorú szabályok. Például útburkolat teljes felületét kötelező felújítani, ha toldoznak, foldoznak. A tulajdonos dönthesse el, hogy milyen házat szeretne, mondja a nem érvelője. A jó munka szabályok alapján sikerülhet, ez meg ugye az igen mellett. Mindenkinek más az ízlése, ez meg a nem mellett, hogy legyen egységes szabályozás. Minden telek más, egyéni elképzelés. És megint egy dilemmás, igenis és nem is. Főként irányelvek kellenek, nem szigorú szabályozás. A sokszínűség széppé is tesz, kereteken, irányokon belül. Mit tart elsődlegesnek egy utcakép megjelenésében? Itt az előkertek gondozottságát és a virágokat adták 42%-a fontosnak válaszban, úgyhogy erre nagy hangsúlyt helyezhetné a lakosság nagyobb része is, hogy rendezett előkertek legyenek, ez nagyban hozzájárul a rendezett településképhez is, a válaszadók szerint is, én is osztom ezt a véleményt. Milyen segítséget vár el az önkormányzattól, a polgármesteri hivataltól a kérdés? A válaszadók 50%-a a fejlesztéseket várja, 30% korrekt információkat. A fennmaradó 20%-ban gyors ügyintézést és a szigorú szabályozás közötti gyors ügyintézést. És többen jelezték, hogy részt vennének még a folyamatban, nyilván az ő e-mail címüket, meg elérhetőséget itt most nem adom ki. Hát ezek a vélemények, válaszok jöttek eddig, nagyon szépen köszönöm. Ahogy mondtam, ugye, hogy 14-en töltötték ki, de a válaszok minősége az bizony nagyon jó és megfontolandó, beépítendő a jövőben is, úgyhogy még egyszer köszönet a kitöltésért. Most pedig a lakossági fórum lényege, hogy a jelenlévőktől vár az ember véleményt, hozzászólást, egyéb más javaslatot, ami itt felmerült. Nem muszáj ezt most itt természetesen nyilvánosan megtenni, ahogy mondtam, a internetes felület is adott rá, de senkiben sem szeretném belefolytani a szót, hogyha van itt jelenleg vélemény, bármiféle vélemény, hozzászólásra szeretnék lehetőséget biztosítani.
hanem akkor köszönöm szépen a jelenlétet és az eddigi figyelmet. Még egyszer búzítok mindenkit arra, hogy a sur.hu honlapon lévő internetes kérdőívet töltse ki, de szívesen fogadom, hogy én akár az utcán megállítva is a véleményeket, a gondolatokat településünk jövőjével kapcsolatban, és kérem a lakosságot, hogy kövesse figyelemmel ezt a folyamatot, mert bizony, hogyha jövőre szeretne valaki beadni egy építési engedélyt, és most október 1-ig pedig olyan szabályozás születik, hogy már az építési engedélyét majd korlátozza, akkor már késő lesz elmondani a véleményét, hogy annak megfelelően alakuljon. Én személy szerint azt szeretném, hogy mindenki találja meg a számítását ebben a dologban, is legyen egyfajta kompromisszum, ahogy itt egy véleményadó is mondta, egy kicsit lazább keretek között, hogy a településünk fejlődése továbbra is biztosított legyen, tehát ne akadálya legyen ez a szabályozás a település fejlődésének, hanem egy olyan korlátja, ami helyes mederbe tereli a település fejlődését. Köszönöm a véleményt. Alpolgármester úr jelentkezett közben, köszönöm. Csak arról volt szó, hogy az internetes oldal minden ingatlan tulajdonos papír alapon is megkapta az egészet, tehát egészítjük ki, mert esetleg mások meg most akkor kiesnek ebből a dologból. Tehát ha van internet, ha nincs internet, akkor függetlenül minden tulajdonos megkapott egy ilyen kérdőjét, kérjük, hogy ők is hozzák le, mert csak így egy oldalú akkor, és azt hiszik, hogy csak ez a megoldás, ha épp úgy hallja. Jó, köszönöm szépen. Egyébként... De hogy csinálunk ide egy dobozt, és nem kell odaadni, hogy lássuk, hogy... Igen, ez is egy jó vélemény, tehát igen, egy ilyen... Hogyha valaki nem szeretné felvállalni a véleményét, akkor igen, egy ilyen, itt a hivatal folyosóján elhelyeznénk, akkor egy ilyen gyűjtődobozt, amiben ezeket lehet betenni. Rájuk a település arculat, a kézikönyv vélemény, és akkor oda várjuk. Biztos lesz arra lehetőség, hogy senki ne lássa, hogy kidobja bele, hogyha esetleg ilyen van. Egyébként papír alapon hozzám nem jutott el vélemény, lehet, hogy érkezett, de úgy nem, ezért az internetes felület volt a sikeresebb, természetesen várjuk papíralapon is, ha esetleg valakinek elázott a postaládában, vagy még hosszabb lenne, ki lehet még külön papírral egészíteni, meg még tudunk is adni ilyen kérdőívet. Köszönöm a jelenlétet, figyelmet mindenkinek, és a fórumot ezennel bezárom.